nyilvánvaló, hogyha megpróbáljuk definiálni a dolgot, akkor ez háború. Háborúnak nevezte egy makói polgár a jelenlegi állapotot, melyre Lázár János azt felelte, valóban az. De ezt a kormány egyedül nem tudja megvívni. A győzelemhez az emberek segítségére van szükség. Mindenkinek bele kell abba gondolni, amikor dönt arról, elmegye október 2-án szavazni, hogy a kormány el is veszítheti ezt az ütközetet, viszont akkor, előbb vagy utóbb biztos, hogy migránsok tömegét kell befogadni. Hova fogjuk őket elhelyezni? És akkor elkezdődik majd 3200 újabb vita, hiszen minden városban és faluban lesz egy vita arról, hogy itt igen vagy nem. Már most a 3200 magyar településből 2200 település írásbeli képviselő testületi határozatot hozott, hogy hozzájuk, köszönjük, nem kérik. És akkor kialakul majd egy vita. Hát ahol nagy lesz az ellenállás és nagy lesz az elutasítás, amit lehet látni majd az adatokon vasárnap, oda nyilvánvalóan nem lehet telepíteni, mert az emberekkel nyilván a kormány nem akar konfrontálódni. Ahol meg nem érdekli a választópolgárokat, föltételezem mindegy. Makónak a határ közelsége miatt kiemelt figyelem jut ebben a helyzetben, hiszen több millióan indulhatnak meg Európa felé, akik a román-magyar határon át is próbálkozhatnak az átjutással. Ezért az itteni határzár bármikor megépülhet. A szerb és horvát határnál már meg is erősítették a kerítést, számítva az újabb menekült hullámra. Szóba került a fórumon az ellenzék szerepe, vagyis hogy a baloldal képviselői a szavazástól való távolmaradásra buzdítják híveiket. Elhangzott az is, hogy ez a népszavazás nem Orbán Viktorról, a pártokról és az ellenségeskedésről szól, hanem Magyarország jövőjéről. Szíve joga, hogy szereti Orbán Viktort vagy sem, de most tegye ezt félre és hagyja meg 2018, akkor majd szavazzon rá vagy ellene. Most ez, ahogy miniszter úr mondta, nemzeti ügy. Azt gondolom, hogy aki rendelkezik valamennyi élettapasztalattal, az azt érzi, hogy ez egy veszélyes dolog, ez egy bizonytalan dolog, jobb ezt, ha lehet elkerülni. Én ilyen emberekkel találkozom többségében. Az én városomban a szocialisták is azt mondták, hogy a betelepítés nem oldja meg a problémát, és a bevándorlás nem megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy ez pártoktól független ügy, mert józan gondolkodású ember, akinek van kiért aggódnia, és van mit féltenie, az meggyőződésem szerint nem kockáztatja meg ezt a kérdést. Ritkán adatik lehetőség arra, hogy az emberek népszavazás formájában nyilvánítsanak véleményt, ez a mostani azonban ilyen, mondta a miniszter. Végül hozzátette, aki viszont nem él ezzel a jogával, az később se kérje számon, milyen irányba mennek a dolgok.